Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Takács László a vendégem, a Győri Rotary Klub tagja, a Rotarakt vezetője. Nagyon -nagy szeretettel köszöntelek, kedves László. Nagyon örülök, Köszönöm hogy mindenkit. elfogadtad a meghívásomat. Egy csodálatos rendezvényen vagyunk túl a 18. Frös napokon. Szeretnék neked gratulálni, mint ötletgazda, mint az egyik főszervező, és aki ott a helyszínen is folyamatosan nyüzsögtél a fiatalokkal, a rotaraktosokkal, a városi diákforum tagokkal és egy olyan rendezvényt, amit próbált az időjárás, az eső pénteken egy kicsit megtréfálni, vittetek véghez, ami, ha a fiskális részét nézzük, ugye nagyon sokan kollégáid is lenyilatkozták, hogy minden idők legtöbb bevételét hozta, ezt ugye mindig a Kazinci Ferenc gimnázium ő szép magyar beszéd, szép magyar kiejtésre ö, fordítotok. Üdvözöllek, ne, ne csak én beszéljek. Igen, köszönöm szépen a meghívást. Uh, és köszönöm szépen az elismerő szavaidat, nem csak, a, nem csak a, az én nevemben, hanem az egész klub nevében, ez egy csapatmunka. Én kitaláltam valamit, ezt a színpadra feltehetségkutatót, és ahhoz kellett azért a, a klubnak a hozzáállása és támogatása, illetve azért a Győri Fesztivál irodának is a, a támogatása, illetve a városnak a támogatása is kellett. Előzetesen annyit mondanék, hogy nekem ez egy örök élmény marad, amikor a Marton Lászlóval, a, a fesztivál iroda vezetőjével az első egyeztetésre bementünk a Városházára, és ott volt a teljes vezérkar. Egyes. Polgármester úr, a három alpolgármestere, illetve a, a Adórián Andrea, a polgármesteri a polgár... tehát, a, igen. tehát a teljes vezérkar ott volt bent, és megkérdezte a polgármesterről, és, és mi lesz a neve? Hát mondom színpadra fel, és láttam a szemében, hogy hogy, hogy tényleg tetszik neki az ötlet, és mondta hogy ez, ez tetszik, ez tetszik, mert, mert ez gyakorlatilag az én találtam, azt tényleg teljes mértékben én találtam ki, hogy legyen ez a neve. Ez szerintem a, a családi ö, hagyományok nálam a múlt miatt, ugye ahogy a szüleim, vagy a színházi emberek, és azért is jött ilyen könnyedén ez, ez a név, hogy legyen ez a neve a produkciónak, hogy... De. Felemegyünk a produkcióba, mert tényleg érdemes, hogy hányan indultak, mi lett aztán, meg aki esetleg nem volt ott, meg nem olvasott róla a híreket, ez ugye megtudhassa, hogy mi volt ez. A lényeg, hogy hagyomány teremtő szándék. éret már 17 rotari fröccs napok után valami kis újítás. Ugye 21-ben ünnepeltük királyi emelkedésünk 750. Mm. évfordulóját, akkor szoktak még frikflakkot belerakni a különböző fesztiváljainkban, meg minden arról szólt, ti akkor nem. Ez most tényleg egy ő, ta takács fejből kijövő, aztán nagyon komoly megvalósítási folyamatok után sikeres rendezvény volt. Miért pont 18, vagy ne számisztikázzak? Hát lehetett volna a 17-es is, csak nem volt rá időnk. 21. októberében a, a Győri Klub, a Rotara, Rotary Klubnak a Társszervezetének a Rotarakt részéről megvalósítottunk egy Halloween-partit a Lapos Tanszéken, és ott volt egy ö, egy fiatal zenekar. Már a nevükre sem emlékszem. Nem is léptek fel egyébként itt a, a, a tehetségkutatóban. De nekem azt tűnt fel, hogy ott ö, zenéltek, örömzenéltek, ö, és jöttek meghallgatni őket olyan emberek, mint te meg én. Uh -huh. Nem. nem már most de nem hülye gyerekek jöttek, Ilyen. hanem a rokonság jött el, és a szomszédok, meg a barátok. És azt láttam, hogy igen, a, a győri zenekaroknak van hol próbálniuk, mert nagyon sok próbahely van győrben, de nincs hol fellépniük. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy olyan eseményt, ami eh, meg tud, ahol meg tudják mutatni magukat a, a győri tehetségek műfajtól függetlenül, eh, ahol mi adományt tudunk közben gyűjteni. És adva a magát az esemény a fröccsnapok, mondom, tegyük be a 22-es fröccsnapokba, de sajnos nem volt már időnk kidolgozni az eseményt. Igen, is. mert azért ez egy sziszifuszi munka, tehát igen ez nem egyszerű. Én ezt tavaly novemberben, tehát 22. novemberében viszont már elindítottam a folyamatot, hogy most úgy érzem, hogy időben vagyunk, még akkor kezdjünk el róla beszélni, és hogyan csináljuk meg, is. és ennek a, a végeredménye lett a, a hetedik ó, 22 eredmény eredményhirdetés. Így van, kérem szépen. Ha jól tudom, már márciustól lehetett, 70 fölötti volt a jelentkező. Milyen kritériumok voltak, csak akkor egy kicsit vesézzük ki ezt a rendezvényt, mert itt mindenkinek 15 perc állt rendelkezésére ugyanazt a számot is elő lehetett adni a döntőbe, mint amivel a döntőbe avanzsálták magukat, de mindenki ugye váltott, mindenki eléggé fegyelmezett volt hogy, hogy nem volt például a műfaj megkötés, mert ezzel azért a zsűrinek eléggé föltették. Azért nem tettünk a nagyon komoly megkötéseket, mert nincs tapasztalatunk ebben a műfajban. Győrben nem volt eddig tehetségkutató. Megnéztem más tehetségkutatókat szerte az országban, hogy ők hogy csinálják. Ilyeneket láttam például, hogy nevezési díj van. Mondom, mi miért legyen nevezési díj? ha még 2000 forint is fejenként, akkor miért nevezzen, miért fizesen azért, hogy fellép. A nyeremények is például olyan volt, hogy a legjobb helyezett az részt vehet majd egy másik tehetségkutatón, ahol a fődíj 3 millió forint lesz hanem de jó, elmegy zenélni az ország másik részébe, és gyakorlatilag Inge rá rámegy arra, hogy ott zenél. Ennek és semmi garancia nincs, hogy Semmi garancia mert... nincs, hogy, hogy korrupció lesz a, 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 az eredményben. Illetve amit e, még, és ezt nem szerettük volna. Nem szerettem volna például azt is, hogy tényleg, hogy nagyon megszűrjünk bárkit is. Hallgassunk meg mindenkit. Nem a, a nem célja az, hogy megszűrjön ilyeneket. Nem értünk hozzá. A másik meg az, hogy a, egy más kiírásokban láttam olyat, hogy a hangfoglaló programban részt vett és díjazott zenekarok, énekesek már nem vehetnek részt. Az egy államilag elindított tehetségkutató. Úgy gondoltam, hogy tényleg nekünk is ennyi megkötést kell tennünk. Nekünk az volt a célunk, hogy töltsük meg a teret, hallgassunk meg mindenkit, én például szerettem volna, hogyha a rendes ö, énekkari nagykórusok is részt vettek volna az eseményen, ahol, ahol operet volt. Operet volt, de jó lett volna, én kerestem kórusokat is, hogy gyertek oda énekeljetek. Sajnos nem jöttek. De így is azt mondom, hogy nagyon minőségi felhozatal volt. Meglepődtem. László telített ez a piac gondolok itt arra, hogy nagyon sokkal azért beszélgettünk én a laudációt el tudtam ugye ott a két fellépő között, hogy azért ők próbálkoztak, ők maguk, a menedzserük, akár ide a falu napok, napokon, és általában úgy lepattantak. Na most a polgármester elmondta ezt a színpadon is, hogy őket szeretné. Nyilván én is segítem majd őket, úgymond promotálni. Sokan vannak most, hogy végre két és fél év után elmúlt a Covid, ez most pont szezon, újra beindul a fesztivál élet, sokan vannak a jó zenészek? Én az egyik résztvevőnél nevezzük meg őket a két szemközt zenekar. Amikor meghallottam őket, megláttam őket a Youtube-on, a, a versenydalukkal, az a kérdésem lett egybe, hogy ti hol a francban voltatok eddig? Ne. Egyszerűen olyan minőségi zenét produkálnak ők, a rétegzene ugyan, de olyan magas szinten művelik, hogy le a kalappal előttük, beszélgettem egyébként velük a fellépésük előtt, és ők elmennek az ország másik részére is ingyen, teljesen azért, hogy zenélhessenek, hogy megmérethessék magukat. És ez egy, ez egy nagyon komoly üzenet, hogy igenis, aki jó, azt fel kell karolni. Ott volt a két leányzó, a, a Dalma meg a Kata. Így van. Ők is egy olyanok, akiket... És látog, még előttük hogy a jövő, ez fontos. Ők 21 évesek, Igen. őven beleférnek abban, hogy tényleg egy, egy komoly stáb mögé, mögéjük álljon, és felkarolja őket. Nincs ilyen, hogy egy két fiatal, tehetséges, jól kinéző lány ilyen stílusban énekelje Magyarországon. Nem tudok ilyet mondani. De a honey jeans-et is mondhatjuk. hogy pedig, jeans. Csodál. Uh, uh, olyan hangja van, hogy azt mondtam, hogy atyaik. Tehát, uh, igen. Jó. Igen. Akkor én úgy érzem, hál' Istennek van még időnk a beszélgetésben, mint Rotarakta fiatalokat te fogod össze, 30 éves Győri Rotari Klub tagjaként. van -e esetleg olyan közeli távoli jövőben, mondjuk adventet levéve, amikor már kikristályosodott valami program, vagy most augusztusban egy kicsit pihenjünk, aztán jönnek majd az impulzusok, mert ti soha nem álltok meg. Polgármester úr, köszöntött benneteket a Rába Hotelben, emlékszem a beszédjére, hogy a legimpulzívabb, illetve a, a leginkább városért többet tevő egyesületet,ként apostrofáltéteket, ami szép dolog. Ugye 30 éve űzitek ezt, nem tudom, mi volt a mondat eleje, úgyhogy segíts kijönni belőle. Én sem emlékszem már rá, de ö, beszéltünk annak idején, én személyesen beszéltem a, a dr. Perker Elza alpolgármester asszonyal is, és ö, jogos észrevétele van a, a az ilyen jótékonysági szervezetekkel kapcsolatosan, mindenkinek, akik azt várják el, hogy ezek a jótékonysági szervezetek, klubok, mint mi is például, látványosabbak legyünk. Hogy igenis, mi itt vagyunk. Mi nem egy szabadkőműves egylet vagyunk, egy klub vagyunk, ahol zárt körülön egymás között bizniszelünk és csak magunknak dolgozunk. Nekünk o okoskodtok ott a... még mindig, intellektuális forma nem? Nem, nem, nem. Itt, nekünk tényleg ezt várja el egyébként a. a az egész társadalom, és nem csak Győr, hogy ö, mi látványos, látványosan ö, látszódjunk a városban. Az ilyen események, mint a fröccsnapok, a fesztiválok, ahol meg tudunk mozdítani sok tehetséget, fel tudunk hozni, sok embert meg tudunk szólítani ezekkel a programokkal. Ez nekünk is kell, hogy ö, lássák az emberek, hogy mi, mi egy ugyanolyan hétköznapi emberek vagyunk, mint ők. Semmiben nem különbözünk. Annyiban különbözünk talán, hogy mi, mi valamit teszünk a közért. De azok az emberek, akik eljönnek a, az eseményekre, és fogyasztanak egy kis fröccsöt, vagy egy üdítőt, egy popkornt, és bedobja az adományát az urnába, ő is ugyanezt megteszi. Ő is teszi a közösségért ezáltal. 5-600 forinttal, de hozzájárul a sikerhez. Nem egy közös nem, csapatmunka. Nem politizálunk, László, hogy látod itt energiaválság, infláció, egyéb dolgok, Covid is eléggé nem csak emocionálisan, hanem egzisztenciálisan is azért az emberek nagy, nagy részét megtépázta. Van az éradakozási, hát, mert ezt mutatja a, a 2023-as 18. Rotary napok Ad, Adnak úgy az emberek, vagy ez megint olyan, hogy embere válogatja? mert adtak. Darabszámban is több adomány érkezett be, nem csak forintálisan. Itt Szépen. a poha poharak számának a fogyásából lehetett látni, hogy igenis az emberek, hogyha olyan célt tudunk nekik mutatni, amivel tudnak azonosulni, akkor adakoznak. 500 forint egy gombóc vagy. Körülbelül annyit kérünk tőlük, hogy légy szíves, egy gombóc vagy itt adjál már erre és erre a célra. Rettenetes, ég, hogy 500, de egy, egyébként meg kigazdálkodható összeg tűnik. Igen. Évente egy-kétszer kérünk csak ennyit, nem folyamatosan. Mi egyébként ilyen programokon gondolkodunk, ahol nagy tömegeket tudunk megszólítani, úgynevezett közösségi adománygyűjtés, tudunk előre jutni, és ahol a, ez a win-win alapú Megnyilvánulások. Tehát jó a városnak, mert hoztunk egy programot, jó nekünk, mert tudunk adomány gyűjteni, jó az adományozónak is, mert neki is hoztunk egy remek programot, illetve az adományozottnak is jó, mert többet tudunk adni. Tehát ilyen 150-200 forintos adományok, ezek sajnos már nem, nem igazi nagy adományok már. Uh -huh. Ezért kellenek egyéb más programok is adománygyűjtő program. Meg amit említettél, László, hogy dr. Pergel, ez a azt mondja, beszéltél, hogy jobban látszódjatok, ugye ez viszont a sajtónak kutya kötelessége, és ez most teljesen mindegy, hogy melyik média felett, úgymond támogatni benneteket, mert 82-83 körül mondta Ronald régen, ugye neked azért megvan, Szegény C-kategóriás színésznek tartották, holott nem volt az olyan rossz. Ma akkor mondta a hogy az a rendezvény ahol nincs ott a kamera, az meg se történt, és kiröhögték, és mennyire igaza van, mert akkor nem tudnak rólatok, ha. Tehát a sajtó, én szerintem online print, teljesen mindegy. Jó a kapcsolatot a, a sajtóval, jó kapcsolatot kell ápolni velük jó. mindig, és ö, nekik ez a dolguk, ö, őket is segíteni kell ezzel, hogy <laughs> ugye már szólunk, hogy gyertek már a létszél, számoljatok be, mert egyébként szerintünk egy jó programot hoztunk most létre megint. Így van. László, miért rátérnénk a Rotary eszmeiségére, mert ezt mindenképpen szeretnék ezzel foglalkozni, még egy picit a fröcsnapoknál maradna. Te voltál az ötletgazda, ez hogy működik? Más média felületen már erről beszámoltál. Te megkerested a városvezetést, akár ka kabinetszinten, szinten, polgármester szinten, főbiztos, alpolgármester szinten, vagy a művelődési és fesztivál irodát, hogy van egy ilyen ötleted, gondolok itt arra, a név kitalálója is te vagy, mint színpadra fel, és ezen gondolatok nem találtak süket fülekre, nem döngettél csukott kapukat, hagyom a frázisokat, átadom azt. Elmondtál a mindent. Nem, hogy ez hogy, hogy történt? így e, Annyira emlékszem, hogy a tavaly, a tavalyi fröccsnapok alatt szombaton esett az eső. Oh. Popper Péter zenélt a Földszeraszon. Én közben... Szabó Balázsék is voltak a Jágerrel, nem? Talán igen, az igen, igen, volt, igen, igen, igen. A, a, konkrétan emlékszem, rá, hogy Popper Péter zenélt, Csurák Erzsévet, Babi aki a Fesztiváliroda egyik kollégája, mi pedig a az egyik ilyen könyöklő pultnál beszélgettünk kötetlenül, és mondtam neki, hogy, hogy idén nem sikerült megcsinálni az idő hiányában, de jövőre csináljuk már meg ezt. Jó, hogy jó, csináljuk meg ezt a tehetségkutatót. Oké, rendben, csináljuk meg. És ugye ö, hagytuk, hogy azért, hogy lemenjen a, az esemény, a 17. fröcsnap, és utána, ahogy, ö, lehet, hogy mondtam, hogy novemberben viszont elindítottuk az egész folyamatot, hogy ö, leírtam a gondolataimat, átnézte picit finomítottunk rajta. Azért kellett már novemberben, mert a szponzorokat is meg kellett ö, szólítani. Tehát, hogy, hogy tényleg ne csúszunk ki az időből, hogy haladjunk. A fesztivál irodánál nem csak ez az egy program van éves szinten, ők nagyon le vannak terhelve programma. Baroktól szervezése. kezdve Tehát, nyilván nekik, nekik be kellett illeszteni az egész éves tervükbe, feladatukba, a feladattervükbe is ezért ez nagyon ö, feszes tempóban haladtunk a szervezéssel ami aminek meglett az eredménye persze hogy voltak köztünk ö, félreértések ö, elment a kommunikáció néha rossz irányba ez a, a, az elején vagyunk az egész folyamatnak most elindultunk Jövőre megcsináljuk. Ezt nem szeretnénk kiengedni a kezünkből, ezt a folyamatot, tehát hogy mi társszervezői legyünk ennek a, a Fröccsnapon belüli. Tehát van Egy ennek létjogosultsága a jövőt illetően? Nagyon is van. Azt mondja például a Marton Laci, hogy a fesztiváléről a vele beszélgettem, azért vasárnap már nyugodt körülmények között, lement mindenkiről a stressz, hogy, hogy igen, régebben, jó, 20-30 évvel ezelőtt rengeteg helyszín volt, ahol a zenekarok fel tudtak lépni nem kellett fizetniük azért, hogy fellépjenek. Én úgy tudom, most olyan helyek vannak, ahol fizetnek azért a zenekarok, hogy felléphessenek. Istenem. Igen. Yeah. Akkor itt egy lehetőség, hogy nem kell fizetned semmit, add be az anyagodat, majd téged beszavaz a közönség, meg a zsűri. Na most üzenem. És azok a, a men menedzserek meg lássák, és Igen. emeljék őket ki. Én Még úgy gondolom, hogy ha egy, egy igazi tehetséget már fel tudunk majd fedezni, ebben, a, a, akár ebben az elmúlt egy alkalomban is, illetve a következő alkalommal mindig egy-egy tehetséget fel tudunk fedezni, aki ki tudja mondani majd később, hogy hát én innét indultam el, már megérte az egész. László, én gratulálok neked tényleg, és jó egészséget, Isten tartsa meg ezeket a szokásokat, hogy én, szépen. mint ilyen média fenegyerek minden felületen, ahol tevékenykedek, amíg ki nem vágnak próbálok ugye segíteni nektek. 30 éves idén a Győri Rotari, nem csak a Győri Rotali, de a Győri rotari foglalkozunk. Ennek laudációját ne a Herkeli Ákos mondja el, hanem inkább a Takács László. Én nagyon jól tudom, mert foglalkoztam vele rádió műsorokban, hogy mi is ati alapelvetek, amiért annak idén alakultatok erről egy kicsit beszélj nekünk tisztelettel. Röviden a rotary -ról. A Rotary az egy 1940 ben Csikágóban alakult jótékonysági szervezet. Ott négy fiatalember összeült, hogy a szakmájában jeleskedő fiatalember, hogy egymást segítség a kapcsolataikkal, illetve más rászoruló embereknek is segítsenek. És ez annyira jól sikerült, hogy hát már egy világszervezetté nőtte ki magát, a Győri Klub az 1993-ban alakult újjá. Korábban volt már egy klub, amit aztán az, az akkori válság elvitt, a 2933 as válság. Ö, idén aztán hall, gondolom a világháborúban mi jött volna vissza. Hát nem? meg a, a rendszer sem tette igen. lehetővé, hogy ilyen jótékonysági szervezet működjön. A komcsik osztága. se téteket, tehát azért gondolom ez így van, nem? Ben ne legyen meg ilyen világot élni. Én akkor még nagyon fiatal voltam, de, de nem hiányolom vissza azt. Tehát aki vissza hiány, visszasírja azt az időket, hát igen, a Kádár kurdus. Inkább egy -e ne is Igen, róla. Igen, és így 93-ban alakult a klub, én 2020 óta vagyok neki tagja, előtte 12 és 18 között a, a, az alapítványnak voltam az egyik kurátora, akkor csöppentem bele a munkába, a, a folyamatba is láttam azt, hogy ö, ez egy ez jó dolog. És aztán 19-ben úgy, hogy, hogy ö, szeretnék ö, aktívabb tagja lenni ennek a folyamatnak, jelenleg 25-en vagyunk, a, tényleg a baráti kapcsolatok ápolásán kívül azért a, a fő motiváció az a, a jótékonykodás, a győr és környékű tehetség és a rászoruló embereknek a támogatása. Nem minden esetben olyan látványos ez a támogatás, mint ahogy az emberek elvárnák, tehát valamikor bejön hozzánk egy, egy személy, vagy írásban megkeres minket, hogy szeretne egy olyan karórát, mint látássérült, amit tud használni, hogy Támogassuk már őt egy egy, egy, egy egy ilyen óra megvásárlásával. Vagy egy tandem kerékpárral, vagy annyi mindent de adtok De Ezek tényleg. nem látványosak tényleg, de, de tehát ilyen 30 ezer forintos támogatásokkal is megkeresnek minket. Igen. Segítsük már őket, és segítsük. Segítjük őket. Könyvkiadás is például a támogatásában, abban is most kettőben is részt vettünk az elmúlt egy évben. László, annyit, hogy kérdezzek, mert én ahogy nézlek titeket, és nehogy félreést, hogy Erkeli szemétkedik, hogy nem elitistának tűnik, de mind magasan kvalifikált emberek, akik a szakmájukban már letettek valamit az asztalra, és tényleg nem akarnak kimenni, hanem csak adnak van egy rosta, ami alapján ti felkértek, valakit mondott, hogy 25-en, de lehet, hogy még 40-en jelentkeznének. Ami szintet meg kell ütni, magyarul nem lehet bárki rotaris, és ennek örülök, ha így van, ha nem, kérlek, cáfolj. Nézd, én úgy gondolom, hogy én nem ütöm meg azt a szintet, mint az alapító tagok. Én ezt. ezt Mi? A, a négy, négy chicago hát. A... Nem, nem, nem. Tehát a, a Győri Klubnak, az alapító tagjainak a szintjét én nem ütöm meg. Ők tényleg aztán nagyon. Szerény mind, vagy? A, nem, ez a valóság. Ö, ők, ők lényegesen többet tettek le a munkájukon az asztalra, mint én. Ö, viszont én, én szeretek jótékonykodni, szeretek tenni valamit. Tehát nem tudom, ezt egy szervezeten belül sokkal könnyebben meg lehet tenni mint, mint egyedül. Egyértelmű. A takás László oda menne adakozni, vagy gyűjteni adományt, akkor elküldenének a sóhivatalba. Itt viszont azt mondom, hogy én vagyok a rotary -nek az egyik tagja, a Rotary Győrnek az egyik tagja ráadásul, akkor a győriek már tudják, hogy miről van szó. Oda lehet menni bárhova. Meg lehet őket szólítani a cégvezetőket. Ezért jó dolog. Annak idején egyébként 19 év végén karácsonykor döntöttek arról, hogy ö, engem felvesznek, vagy nem. Előtte volt nekem egy bemutatkozó anyagom, hogy én ezzel és ezzel foglalkozok. Téged előtte valaki egy már tag ajánl? Ahogy említettem, ugye én, én az alapítványnak voltam az egyik kurátorra, nagyjából engem ismertek azért az, a, a, a klubtagok. Illetve az egyik klubtagunk, tagunk úgy úgymond kapcsolatban vagyunk, tehát ő engem beajánlott oda, hogy hát a Laci szeretne azért komolyabban foglalkozni ezzel illetve én azért már, tehát a, mikor arról döntöttek, hogy én Ö, engem felvesznek vagy nem, én beállítottam 400 kg szaloncukorral, hogy hát én, én lebarteresztem valahogy. Átventáljék engem, vagy még? Igen, tehát, igen karácsony előtt, hogy, hogy drága klubtagok, hát itt lenne ez a 400 kg, ö, ö, én ebből 5 kilót szeretnék a megfelelő helyre jutni. Egyébként ezt nyugodtan osszátok szét, hogy gondolják, olyan a rászoruló éves. helyeken, Tehát elment a szeretet otthonba, ö, más alapítványokhoz. Tehát nagyon sok tényleg olyan helyre ment el, ahol, és azt a klubtagok osztották. És akkor megkérdeztem, hogy egyébként felvesztek? Jó, ja, persze, hogy. <laughs> Ők azt látják, hogy aki szeretne tenni a, a közösségért, jótékonykodni, ott azeket, az embereket ö, szívesen fogadja a klub. Laci, hagyd kérdezzem meg, hogy tudom, hogy heti szinten gyűltök régen, ugye ez a kis hiltomban történt, a Káptalandomban az ugye hogy a Matthias Korvinus kollégium, most is 30 évet a Rába Hotelbe ünnepeltétek. Ilyenkor itt mi zajlik? Mindig van valami aktuális téma, hívtok vendéget, ha kukulisztatitok, akkor nem kell róla beszélni, mert ez is egy ilyen nem, nem, Ez, ez, ez ö, ö, Évek óta ez egy bevet gyakorlat, hogy ö, Hat órára odaérkezünk, és negyed hét körül az elnöki harangszóval indul a klubbest. Akkor a, az elmúlt egy hétnek az eseményeiről egy rövid beszámoló van. A következő eseményeknek a terveiről, hogy hogyan alakulnak, hogy, hol állnak a dolgok, a folyamatok, arról van beszámoló, illetve közösen megvacsorázunk, Szokott jönni vendég, a vendéget meghallgatjuk, illetve minden, az élet minden területéről származó vendéget hívunk, tehát aki például könyvet adott ki, aki amatőr rádiós, csillagász, a Hanula Barnát, a doktor Hanula Barnát meghívtuk az egyetemről, aki az elektromos autózás jövőjéről tartott például előadást. Akkor volt egy Te nagyon érdekes. Előre vívő személyeket, aki, aki valamit Igen, hozzálesz. de például volt ilyen téma is, ami nagyon érdekes volt, ezt még a Tóth Virgél elnöksége alatt volt nálunk, hogy a, a, a mesterséges megtermékenyítés erkölcsi gondolatairól tartottunk egy, egy, egy vita estet. Érdekes. Tehát rá, a, érdekes. A érintett személyek beszéltek erről, mondták el pro és kontra. Eljött az, akkori, az egyetem akkori ö, ö, rektora is eljött és ő teljesen más, hogy látta ezt a dolgot. Ő is elmondta véleményét, ö, ami egy másik megközelítésből állt hozzá ehhez. De Igen. voltak konkrét érintett személyek, akik ö, annak köszönhetik, hogy gyermekük van, hogy mesterséges megtermékenyítés élték. Tehát voltak pro és kontra Igen. érvek. László. És ez, És ez egy nagyon jó vita. Ki ebből. Igen. Beszélgetésünk végén te is az a típus vagy, akivel lehetne 40 percet uh, beszélni. Rotarakt, mint a Rotari ifjúsági szervezetének vezetője. Már akkor tudták a többiek a kollektíva, hogy erre te alkalmas vagy, mi alapján lettél. Az nagyon jó kapcsolatot ápolsz a fiatalokkal, hogy te magad is, úgymond fiatal ember vagy, de mindjárt mondod, hogy dehogy vagyok az ákos, de fiatalos, vagy ez számít, mert azért be belül bánni A fiatalosság, kell. ugye sajnos én egy negatív ö, esemény miatt lettem a Rotarakt, illetve a ifjúsági szervezetért felelős. Ha. Hát ugye a Lados Misi barátunkat elvesztettük, őt elvitte a COVID. Isten 30 valahány, igen, Isten nyugosztalja a misét, és 30 valahány napig volt bent a kórházban. Sajnos már nem jött ki onnét, és uh, hát hiányzik is. A szellemiség és a, a tettei nagyon hiányoznak a klubból. Uh, és hát én örököltem meg az ő munkáját. Nem könnyű, ez még mindig a covid a hatása alatt vagyunk. Azért a, a társadalom, még az emberek nagyon nehezen. Nyílnak meg újra. Meg újra, igen. Ez most már, már, már kezdődik valami azért. Ez, ez most már a, a, a fröccsnapokon láttuk már, hogy meg tudják tölteni a teret. A, a, ugye, a, a, hogy is alakul fel ugye a hálózat a, a, a Rotterdam belül? Ugye, van egy early aktunk, ami a 14-18 éveseknek a szervezetele lenne. Van a Rotarakt, ami a, a Rotarénak az előszobája, a 18 és 25 év közötti fiataloknak a, a gyűjtő csoportja, És a Rotar is, viszont a 25 évnél idősebb ö, em, személy lehet. Na most én nem szeretnék itt 14 és 18 év közöttieknek külön csoportot létrehozni, nincs energiánk rá. Ö, legyen egy csoport, az működjön rendesen, amikor kell, akkor összeállnak a fiatalok, nevezzük őket rotaraknak. Nem nézzük, hogy hány éves, nem nézzük, hogy fiú vagy lány, hanem jöjjön és csináljon. A legjobb példa egyébként erre a saját fiam, illetve a, a Boda Detti nőnek a kisfia is, a, a Tézi, 10 éves, most volt negyedikes, vagy lesz negyedikes. Ö, oda hívtam, mert hogy gyere Tézi, látom, hogy unatkozott a műsorod. hogy gyere, álljál be állni, és rohant oda, hogy ó, persze, csináljuk, csináljuk. Igen. Annyira élvezte a kisfiú. Az én fiam most lesz 13 és annyira várja minden évben, hogy tervei vannak, hogy jövőre mit csinál. Mi lesz, amivel folytatja, amivel haladunk tovább, jobb lesz. Tehát uh, látom a jövőt azért <laughs> vennük. László, abba kell a beszélgetést. Jó a kapcsolatod a vezetőkkel, ugye 30 évesek vagytok, új elnök van, 20 másodpercet van sajnálatos módon, úgyhogy ez alatt ugye nem lehet ilyet, mert mindig is ti a konszenzusra törekedtetek, gondolok itt a Nagy Tamás Tóth Virgil elnöksége alatt, én ennyire tudok visszanyúlni, de nagyon sok embert ismerek, aki csak tag, ti olyan kultúremberek vagytok. Homogén lett a társaság, azt mondja, hogy a most már nagyon egy irányba megy a társasága, a, hogy építkező jelleggel. Vagy nagyon úgy. köszönöm, hogy itt voltál. Bármikor hívlak, jössz? Persze. Megtiszteltetésnek veszem. Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm. voltál. Sok Kovábbis sikert! Napot. Jó egészséget kívánok! Én is teket, sziasztok! -szia. Kisalföld Podcast, hírek helyben, azonnal!